Nagyon sok fajtája van a füstös szem technikának. Lássunk belőle most egyet. A füstös szemnél nagyon fontosak a kontrasztok, ezért érdemes szemcseppet használni, hogy minél fehérebb és tisztább legyen a szemünk. Szemhéjkrémnek barnás szürke színt választok, és ezt alul felül elkenem a szemhéjon. A belső szemvonalat alul és felül kihúzom feketével. Majd a szempillák felett is kihúzom, de ezt el is satírozom. Ezután újra teszek barnás szürke szemhéjport a szemhéjra és az alsó szempillák alá. Fekete szemhéjporral befestem a mozgó szemhéjat, és az alsó szempillák tövébe is teszek. Majd elsatírozom. Ha úgy érezzük, hogy a belső szemvonalban feltett festéket lepislogtuk, bármikor utána húzhatjuk. Fekete szempillaspirállal befestem a pillákat. Megformázom a szemöldököt, és a megfelelő színű ceruzával kitöltöm a hézagokat. Porcelánpúderrel letisztítom a szem alatti területet. Egy erősebben pigmentált, téglavörös pirpúdert választok. A szájra pedig egy natur, hússzínű rúzs kerül. A sminkelés egyik szabálya szerint, ha erős a szem, ne legyen erős a száj, de úgy érzem, manapság ez már kevésbé érvényes. Erős szájszíneket csak akkor ajánlok, ha kellően nagyok az ajkaink, hiszen kiemeli a száj formáját és méretét, illetve vigyázzunk, mert gyakran öregít is. Azt mondják, 30 felett a jól megválasztott rúzs kötelező, mert fiatalít.